Élénk az érdeklődés a kormány családvédelmi akcióterve iránt. Már csak nem 400 darab hatósági bizonyítványt állított ki a Tolna megyei kormányhivatal azon ügyfelek részére, akik az akcióterv lehetőségeit szeretnék igénybe venni. A legtöbb kérelem és tájékoztatás kérés a 10 milliós, akár vissza nem térítendő támogatássá alakítható babaváró hitellel kapcsolatban, illetve a nagycsaládosok autóvásárlását segítő lehetőség kapcsán érkezett, mondja Horváth Kálmán kormány megbízott. Tolna megyét tekintve babaváró támogatást, illetve hitellel kapcsolatos ügyintézés 200 volt. A nagycsaládosok jelzálók hitelének az elengedésével kapcsolatban, vagy részleges elengedésével kapcsolatban is több mint 100 ügyfél keresett bennünket, illetve elég komoly az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlásával kapcsolatban is, ott is közel 100-an érdeklődtek már. Komoly nyomás nehezedik a pénzintézetekre a családvédelmi akcióterv bevezetése óta, mondja Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója. Számokban kellene ezt megjelenítenem, akkor napi szinten 50-100 érdeklődőt kell felvilágosítanunk, illetve megfelelő nyomtatványokkal és útmutatással kiszolgálnunk az elmúlt hetekben. Ez egy nagyon komoly változás a korábbi támogatási rendszerben tapasztalt leterheltségünkhöz képest. A legkeresettebb támogatási forma kezdetben a babaváró hitel volt, szinte csak ezután érdeklődtek a hitelt felvenni akaró családok a Hungária Takarék fiókjaiban. Manapság pedig a falusi csok miatt kérik a legtöbb tájékoztatást, mondja a pénzintézeti vezető. Mivel ugye pénzintézet specifikus, hogy ki milyen intenzitással van vidéken jelen, azokban a területeken, azokban a régiókban, ahol vidéki pénzintézeti fiókok vannak, azok esetében egyértelműen, hogy most ez a fajta érdeklődés fokozottan jelenik meg. A legfrissebb adatok szerint országszerte július 15-éig mindegy 2400 babaváró igénylés érkezett a pénzintézetekhez, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására viszont 5700 kérelmet nyújtottak be, míg a jelzálog hitel elengedését július 10-éig 703-an kérték.